Uniós forintmilliárdok, több mint 12.000 milliárd forintot használhat fel Magyarország a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban. Nem lesz költséges vizsgálat, a Földművelésügyi Minisztérium elfogadta a Megyei Agrárkamara növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról szóló jogszabály módosítását. Pályázati lehetőségek, hamarosan megjelennek a Nemzeti Együttműködési Alap civileket segítő pályázatai. Összesen több mint 12.000 milliárd forintot használhat fel Magyarország a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Annak ellenére, hogy valamennyi uniós tagországban csökkentek a kohéziós források, Magyarország a vártnál több támogatást használhat fel, mondta az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkár Nyíregyházán. A források 75%-át már meghirdette a miniszterelnökség, és már csaknem 300 pályázatot nyitottak meg a kedvezményezettek előtt. A Magyarország rendelkezésére álló vidékfejlesztési, illetve a hazai társfinanszírozással együtt 12.000 milliárd forintos uniós összeg 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítja a kormány. Hangzott el a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Által szervezett országos konferenciasorozat nyíregyházi állomásán. Az előző 2007 és 2013 közötti ciklushoz képest a források koncentráltabban jelennek meg a most kiírt vagy kiírásra váró pályázatokban, azaz csökken a pályázók adminisztrációs terhe és egyszerűbben lehet támogatáshoz jutni. A kormányzat az elérhető források nagyobb részét a pályázatokon keresztül már meghirdette, 2017-ben pedig az elnyert összegek kifizetése is megkezdődhet. Már most több mint 75%-át a rendelkezésünkre álló forrásoknak meghirdettük, több mint 290 darab pályázat elérhető már és nyitva áll a kedvezményezettek számára. A jövő év elején ezt a munkát be is szeretnénk fejezni, tehát az összes pályázatot meg fogjuk hirdetni, és utána folyamatosan elkezdődnek természetesen a kifizetések is a projektek előre haladásával. A miniszterelnökség által készített szakmai anyag szerint a megítélt források tekintetében több mint 100 milliárd forint támogatási összeggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos viszonylatban Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén után a harmadik helyen áll. Van egy másik összehasonlító adatunk is ezzel kapcsolatosan, itt a megyék közötti rangsorban, ez pedig azt jelenti, hogy az egy lakosra jutó megítélt forrásokkal kapcsolatosan, pedig a 240 ezer és a 300 ezer forintos sávban foglal helyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt azt jelenti, hogy a megyék közötti versenyben, ha így tetszik, az első harmadában foglunk helyet. Én azt mondhatom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jól áll. A megye 2020-ig 91 milliárd forint brüsszeli támogatást használhat fel céljai eléréséhez. A területi operatív programba eddig 600 pályázat érkezett a forrás értéket jóval meghaladó 108 milliárd forintos támogatási igénnyel. A területi operatív programot illetően már döntési helyzet előtti állapotban vagyunk. A Döntési Előkészítő Bizottság szerintem decemberben el tudja kezdeni a munkáját, és talán decemberben már döntés előkészítések is lesznek bizonyos pályázati kiírásoknál a topot illetően. Az országos konferenciasorozattal az operatív programok hatékony és eredményes megvalósításához nyújt segítséget a támogatást igénylőknek és a kedvezményezetteknek a szervező Széchenyi Programiroda. Mégsem terheli majd a gazdákat a költséges permetezőgép vizsgálat, ugyanis a Földművelésügyi Minisztérium elfogadta a Szabolcs megyei Agrárkamara jogszabálymódosítását. A helyi szervezet elnöke Rácz Imre azt mondta a küldöttgyűlésükön, ez a legkiemelkedőbb megyei siker az elmúlt időszakból. A rendezvényen az országos szervezet szakmai főigazgatóhelyettese a jövő évi pályázati lehetőségeket is ismertette. Küldöttgyűlést tartott a Szabolcs megyei Agrárkamara. Az országban ez a legnagyobb létszámú szervezet, ezért minden probléma hamarabb jelentkezik, mint az ország többi részén, közölte Rácz Imre, a kamara elnöke. Az elmúlt időszakban foglalkoztak többek között az országos jégelhárító rendszer kialakításával. Hatástanulmányokat készítettek, és országos szinten is itt fogalmazták meg az első ötleteket. A közelmúlt sikerének gondolják, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter visszavonta a permetezőgépek ellenőrzéséről szóló rendeletet. Legharcosabban küzdöttünk a növényvédő gépeknek a felülvizsgálatáért, ugyanis ez, úgy érezzük, hogy egy jogtalan terhelés lett volna a gazdálkodóknak. 45 és 65 ezer forint
akarták ezeket a gépeket, eszközöket bevizsgálni. És ha csak összehasonlítjuk, hogy a még erőgép vontassa ezt a permetezőgépet, az 11.800 forintba kerül és 5 évre kap elővizsgálatot, és ezt az erőgépet sok másra is lehet használni, nem csak permetezésre, akár szállításra, szántás, tárcsázás, vetés vagy bármire, és mi úgy gondoltuk, hogy túlzás lenne ezt ráterhelni a gazdálkodókra. Az Agrárkamarának a mostani visszavont költséges vizsgálat helyett van egy 10.000 forintos vizsgaprogramja. A következő lépés, hogy ezt elfogadja a minisztérium. A rendezvényen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese a gazdákat érintő pályázati lehetőségekről beszélt. Jövőre egyszerűsítik a pályázati feltételeket a közvetlen és a terméshez kötött támogatások igénylésénél is. Így könnyebben juthatnak majd plusz forráshoz a gazdák. Összesen a vidékfejlesztési program az 1300 milliárd forint. Ugye ebből a legnagyobb halmaz az elment az úgynevezett agrárkörnyezetgazdálkodás és ökotámogatásokra, amiknek egyébként az előleg kifizetése pont a mai holnapi napon fog megkezdődni. 6800 termelő fog mintegy 15 milliárd forint értékben alkági előleget kapni, és akkor ugye ez az egyik nagy halmaz, a másik nagy halmaz pedig az úgynevezett beruházási támogatások, ezek 4-500 milliárd forint, de ebből elég sok az, ami az élelmiszeriparhoz, és kötődik, bizonyos részek kötődnek a kertészet, az állattenyésztéshez. Ezekről a döntés, az reméljük, hogy néhány hónapon belül meg fog születni, hogy kik kaphatják meg ezeket a támogatásokat. A megyei agrárkamarai segíti majd a helyi gazdákat. Többek között a falugazdász hálózatban szeretnének szaktanácsi szolgáltatást indítani, de a kertészeti gépbeszerzési pályázatoknál is számíthatnak majd a szervezetre a gazdák. Hamarosan megjelennek a Nemzeti Együttműködési Alap civileket segítő pályázatai. A keret idén is több mint 3 milliárd forint, tájékoztatta televíziónkat a Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója. A szervezetek szakmai és működési programjainak finanszírozását támogató pályázatokról kedden Záhonyban tartottak tájékoztatót. Nemzeti Együttműködési Alap, azaz a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató központi költségvetési előirányzat. 5 kollégiuma van az alapnak, a pályázati kiírások hamarosan megjelennek, mondta a Záhonyi Civil Információs Rendezvényen a Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója. Több mint 3 milliárd forintról beszélünk a NEA esetén, arról a keretről, amiről beszélünk, működési és szakmai támogatást is nyújt, tehát a civil szervezetek alaptevékenységéhez nagyon fontos, szinte egyedülálló, hogy egy alap esetén működésre lehet pályázni. A szakmai program az pedig azt gondolom, hogy nem kell magyaráznom, szintén nagyon fontos, hogy egy nagyon alacsony önrésszel, 10%-os önrésszel megpályázható, és ez is akár tárgyi eszközzel, illetve önkéntes munkával is igazolható önrész. Tehát azt gondolom, hogy a civil szervezetek helyzetére nagyon-nagyon komolyan reflektáló pályázati lehetőségről van szó, és amit még szintén megemlítenék, hogy a NEA szakmai programja keretében kiemelten támogatja a határon átívelő magyar-magyar civil együttműködéseket, amely egy 3 határ menti megyében különös lehetőséggel bír. A találkozón Tilki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, az alulról szerveződő kezdeményezéseket támogatni kell. A politikus szerint többek között erre hivatott a Civil Információs Centrum. Folyamatosan kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, és fölhívja a figyelmüket arra, hogy milyen pályázatokat lehet beadni. Elindultak talán arra, abban az irányba is a civilek, hogy mernek bátrabban gondolkodni, tehát nem csak a hagyományos működési támogatásokat igénylik a NEA-tól, hanem esetlegesen tudomásom szerint többen is gondolkodnak határon átnyúló pályázatban is, és a twinning program is talán népszerű lesz, ez testvérváros is, testvérvárosokon belül akár civil alapra is fognak tudni pályázni, valamint azért ne felejtkezzünk el a visegrádi négyekről sem, pont Záhonyban vagyunk, ahol a polgármester úr is jelezte, hogy a visegrádi négyek pályázatára is a testvér településeivel fog pályázni. Többek között helyi, zsurki és tiszabezdédi szervezetek képviselői vettek részt a Civil Információs Centrum Záhonyi rendezvényén, ahol elhangzott, a közeljövőben várhatóan Ibrányban és Csengerben is rendeznek tájékoztató fórumokat civileknek.
Vádat emelt a nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség az ellen a teherautóvezető ellen, aki még június végén két motorossal ütközött Csengerben. A balesetben az egyik motorkerékpáros a helyszínen életét vesztette, a másik pedig maradandó fogyatékosságot szenvedett. A vádlott nem adott elsőbséget balra kanyarodása során a szemből érkező motorosoknak. A rendőrség elrendelte a vádlott pályaalkalmassági vizsgálatát. A szakértő szerint a férfi szinte minden kategóriában alkalmatlan a gépjárművezetésre. Az ügyész végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Betörés közben fogtak el három férfit Nagykállóban. Az eset 28-án éjjel történt. A három férfi egy lakatlan házba tört be, egy motoros fűnyírót és kisebb használati tárgyakat akartak ellopni, azokat az udvaron talált talicskával akarták elszállítani. A lopás meghiúsult, mert a rendőrök tetten érték őket. Megkezdődött a határvadászképzés második üteme Nyírbátorban is. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Kiesett a labdarúgó magyar kupából a Baktalórendháza VS-e. A még egyetlen versenyben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésen 2-1-es vereséget szenvedett a Szolnoktól, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Bejutott a fiú kosárlabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata. Baksa Ádám együttese végzett az élen a megyei döntőben, megelőzve a Krúdi csapatát, a harmadik helyen pedig a Zrényi gimnázium gárdája végzett. ...326 hallgató kezdte meg tanulmányait a határvadászképzés második csoportjában, így már összesen 900 főt vett fel a rendőrség a toborzás során. A kormány célja, hogy összesen 3000 fővel bővítse a készenléti rendőrség állományát, így amíg el nem érik ezt a létszámot, folyamatosan indítanak új csoportokat. Nyírbátorban kedden 67 fővel indult el a második csoport képzése. Század! Gyász! Középre! Nézd! Alezredes úr, úsztitőrnek jelentem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság által végrehajtandó határvadászképzés második ütemének ünnepélyes megnyitójára az állomány 67 fővel felsorakozott. Itt Nyírbátorban és az ország további 7 helyszínén is elindult a határvadászképzés második csoportja. A felsorakozott egyenruhások már túl vannak a fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálatokon. Most egy több mint 6 hónapos képzés vár rájuk. Nyírgyulajból érkeztem ide a határvadászati képzésre. Igazából régóta nagy vágyom volt, hogy bekerüljek a rendőrséghez, és ez most egy hatalmas lehetőség számomra, hogy felvételt nyertem. Igazából azért jelentkeztem, mert nagy motivációt látok a rendőrség berkein belül. A magyar kormány még augusztusban döntött úgy, hogy 3000 fővel bővíti a készenléti rendőrség állományait. A második csoportban most országszerte 326 új hallgató kezdte meg tanulmányait, így jelenleg már 900-an vesznek részt a határvadászképzéseken. 67 fő lendű határvadász kezdte meg tanulmányait Nyírbátorban. A képzés első két hónapjában már munkaviszonyban fognak állni a hallgatók, majd a második hónap végén sikeres vizsgák letételét követően már a készenléti rendőrség hivatásos állományába kerülnek őrmesteri rendfokozattal. A képzés nagy érdeklődés övezi, ezért a leendő határvadászoknak kifejezetten fontos a viselkedésükre, illetve a személyes és internetes közösségi megnyilvánulásaikra is figyelniük. Közölte Czenne Csaba, az Országos Rendőrfőkapitányság személyügyi főosztályvezetője a nyírbátori megnyitón. És most a képzést megkezdve bizonyíthatják alkalmasak arra, hogy a rendőrség hivatásos állománytűnő tagjaiként szolgáljanak. A rendőrség vezetése nagy várakozással tekint önökre, hiszen az erősödő illegális migrációs nyomás a korábbinál lényegesen nagyobb rendőri erők alkalmazását teszi szükségessé Magyarország államhatárán. Számítunk arra, hogy felkészülten és magasfokú elkötelezettséggel fognak rövidesen szolgálatba állni. Hazánk nemzetközi kötelességei szükségessé teszik, hogy minden vonatkozásban eleget tegyenek az illegális migráció által kiváltott rendészet kihívásoknak. A hallgatók az első két hónapban elsajátítják az alapvető rendészeti ismereteket. Egy eredményes vizsga után őr és járőrtársi részszakképesítést szereznek. Ezután májusig folytatják tanulmányaikat, majd a legfontosabb határvadász ismeretek birtokában egy újabb vizsgát követően kerülnek hivatásos állományba.
Kiesett a labdarúgó magyar kupából a Baktalóránt háza VS-e. A még egyetlen versenyben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésen 2-1-es vereséget szenvedett a Szolnoktól, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Az eltiltott Ráti Gergőt és Illés Lászlót, a sérült Csordás Gergőt, valamint a külföldi munkavállalás miatt hiányzó Balogh Pétert nélkülözve lépett pályára a megyei első osztályú Baktalóránt háza az NV2-es Szolnok ellen. A 30. percben a vendégek szerezték meg a vezetést, Pap talált a hazai kapuba. A 71. percben egyenlített a Bakta, Marics harcolt ki büntetőt, amelyet ő maga értékesített. 4 perc múlva ismét a vendégeknél volt az előny, egy kapu előtti tűzijátékot követően Roxin lövése talált utat a hálóba. A folytatásban a hazaiak kitámadtak, így a Szolnok előtt adódtak helyzetek, de több gól már nem született, így a vendégek 2-1 győzelemmel jutottak a legjobb 16 közé. Nagyon nehéz talajú pályán, ez várható is volt, hogy egy küzdelmes mérkőzés fog kikerekedni belőle. Tudtuk, hogy egy nagyon lelkes hazai csapattal fogjuk magunkat szembe találni, ugye 2 bravúrt is végezítettek a Magyar Kupába. Próbáltuk volna minél előbb eldönteni a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nem koncentráltunk eléggé, és ebből adódóan ugye rengeteg helyzetet hagytunk ki, utána visszajöttek a mérkőzésbe a hazaiak, aztán nagyon meg kellett szenvednünk azért, hogy tovább jussunk. A korábban az NB2-es Cigándot és az NB3-as Gyulát elbúcsúztató Baktalóránt ház edzője szerint a Szolnok elleni mérkőzésen sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt olyan állapotban csapata, amely egy bravúr eléréséhez szükséges lett volna. Az az igazság, hogy ez már a szezon végén volt ez a mérkőzés, amikor már nagyon fáradt csapatbenyomását keltettük. Nem volt meg a csapatban az a frissesség, ami szükséges ahhoz, hogy ilyen időszakban a mérkőzést le tudjuk hozni úgy, hogy sikeresen. Azt is hozzá kell tennem, hogy egy nagyon jó csapattal találkoztunk, tehát egy fizikálisan jó erőben lévő játékot, egész jó focizó ellenféle találkoztunk. Felőröltek bennünket, hiányzott az a baj, hogy már túlságosan belefáradtunk szerintem a szezonba. Próbáltunk frissíteni itt az elmúlt másfél hétbe, de ugye ez egy hosszú folyamatnak a vége, és lehetett látni, hogy ez nem igazán jött össze, főleg fejben. Bár a Magyar Kupából kiesett a Bakta, a csapatnak még esélye van arra, hogy ott legyen az alacsonyabb osztályú együttesek számára kiírt amatőr kupa döntőjében. Az idén 100 éves Baktalóránt háza VS-e mellett ugyanis még 3 megyei első osztályú gárda volt versenyben a forduló előtt. 4-jük közül kerül majd ki az amatőr finálé 2 résztvevője. Bejutott a fiú kosárlabda diák olimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata. Baksa Ádám együttese végzett az élen a megyei döntőben, megelőzve a Kródi csapatát, a 3. helyen pedig a Zrínyi gimnázium gárdája végzett. 3 csapat részvételével rendezték meg a Vasvári Pál gimnáziumban az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diák olimpia megyei döntőjét. A nyitó meccsen a hazaiak a Kródi ellen léptek pályára. Az előrehozott döntőben végig fejfej mellett haladt a 2 csapat, végül 65-62-re győzött a Vasvári. Mivel a 3. résztvevő Zrínyit mindkét csapat magabiztosan verte, Sitku Márton így jutottak be az országos döntőbe. Megpróbáltunk szervezett játékot játszani, ami az elején még annyira nem sikerült, de megbeszéltük, és inkább a közeli dobásokra hagyatkoztunk a vége felé, és úgy gondolom, hogy ez sikerrel is járt. A Vasvári csapata 2004-ben Pécsen megnyerte az 5. korcsoportos diák olimpia országos döntőjét. Legutóbb 2009-ben szerepeltek a legjobbak között vasvári kosarasok. Baksa Ádám testnevelő szerint sokat számít, hogy több diákjuk is szerepel a Nyíregyháza Blue Sharks felnőtt csapatának keretében. 4 olyan játékosunk van, aki a felnőtt csapattal edzenek, többek már majdnem mindenki szinte pályára is lépett, és valaki rendszeresen is játszik, nagyon sokat jelent. A többiekkel is folyamatosan edzenek, több edzőnél is, Pető Ákosnál, Bockó Ádámnál, Kovács Tibor tanárónál, és mi is így a vasvárisokkal hetente egyszer összejárunk, hogy összetartsuk a csapatot, és így azt mondom, hogy jó alapanyagból tudtam dolgozni. A Kródi elleni meccsen 31 pontot szerző Svéda Szabolcs szerint a döntőbe jutásban a nagy szerepe volt annak, hogy már régóta együtt játszanak csapattársaival. Össze vagyunk szokva, meg több csapattársam is, aki ebbe az iskolába jár, együtt edzettünk már jó pár éve, és tudtuk a saját játékainkat játszani, és mivel többen is már jó pár meccset átéltek, ezért tét szituációban is helyt tudtak állni, és hidegvérrel tudtak játszani. A 2. helyezett Krúri a területi döntőről még bejuthat az összevont labdajátékok nyíregyházi országos döntőjébe, amelyen a kosárlabdázók mellett röplabdázók és kézilabdázók szerepelnek majd.
Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Összesen több mint 12 000 milliárd forintot használhat fel Magyarország a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban. Annak ellenére, hogy valamennyi uniós tagországban csökkentek a kohéziós források, Magyarország a vártnál több támogatást használhat fel. A források 75%-át már meghirdette a miniszterelnökség, és már csaknem 300 pályázatot nyitottak meg a kedvezményezettek előtt. Mégsem terheli majd a gazdákat a költséges permetezőgép vizsgálat, ugyanis a Földművelésügyi Minisztérium elfogadta a Szabolcs megyei Agrárkamara jogszabálymódosítását. A helyi szervezet elnöke Rácz Imre azt mondta küldöttgyűlésükön, ez a legkiemelkedőbb megyei siker az elmúlt időszakból. Hamarosan megjelennek a Nemzeti Együttműködési Alap civileket segítő pályázatai. A keret idén is több mint 3 milliárd forint. A szervezetek szakmai és működési programjainak finanszírozását támogató pályázatokról kedden Záhonyban tartottak tájékoztatót. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 30-án szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel, hóval. Meleg front éri el térségünket, enyhébb, nedves levegő érkezik fölénk. Éjjel megnövekszik a felhőzet, hószálingózás, gyenge havazás egyaránt valószínű, a nyugati szél megélénkül, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, eső várható, néhol havazás is előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken enyhe idő várható, de elszórtan kisebb eső, zápor is lehet, a hét utolsó napjaiban és a jövő hét elején szárazabb, egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, erősödő éjszakai lehűlések várhatóak, és ezzel együtt csökken a nappali felmelegedés mértéke is. András napjától a hideg idő beálltával kezdődtek a disznótorok, és egészen Farsang végéig tartottak. Ha szeles, zimankós az idő, hosszantartó térre lehet számítani, ha András napja kopogós, karácsony napja locsogós.